2018-ban a tervek végre életre kelnek, és az átadások éve és a kivitelezések éve a ligetben. Ugye 2017-ben átadtuk a feszült pavilonokat, és a parknak a fejlesztése ütemezetten folytatódott, egy kutyás élményparkkal, az ifjúsági sportpályákkal, és legutóbb a Vakok kertjével folytattuk a Városliget 100 hektáros parkjának a fejlesztését. Természetesen nem csak a parkelemek újulnak meg, hanem a kulturális intézmények is épülnek. Átadtuk a komáromi csillagerő kivitelezését gyakorlatilag, ami a végéhez közelít, szintén a ligethez tartozik, hiszen a Szépművészeti Múzeumban őrzött gipszgyűjtemény költözött Komáromba. A Szépművészeti Múzeum 2 héttel ezelőtt nyitotta meg a kapuit történetének legátfogóbb rekonstrukcióját követően, és most már új múzeumi terek, jelesül a 70 éve elzárt román csarnok is látogatható. Nagyon előre haladott a Strabag kivitelezésében az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ is, ami az egyik legfontosabb háttérintézmény a ligetben, hiszen a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Galéria háttérintézményeként 350 ezer műtárgy otthona lesz az elkövetkező időszakban. 2019 év elején elkészül az épület, és ütemezetten megindul a műtárgyak beköltöztetése. Épül továbbá az egykori felvonulási téren a nemzetközi tervpályázat eredményeként kiválasztott Néprajzi Múzeum. Itt a napokban fejeződött be a mélyépítési munka, és hamarosan a magasépítők is elkezdenek dolgozni. Közvetlenül mellette egy óriási gödröt láthatunk, ahol a 800 fős mélygarázs kivitelezési munkálatai zajlanak, hogy innen tovább menjünk a ligetbe, és az egykori Hungexpo romok helyén a Magyar Zeneházának a kivitelezési munkálataiba botolhassunk. Ez a zenei csodák palotája előreláthatóan 2020 év végével készül el, és annak a fantasztikus hármasnak, ami a múzeumpedagógia, a zenepedagógia, a koncerttér és a egyetemes és a hazai zene történetének a bemutató tere ad majd otthon. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy ne szigetszerű fejlesztésekbe gondolkozzunk. Ezért a Városliget környékén, és azt gondolom, hogy tágabb értelemben egész Budapesten az összes jelentős fejlesztésnek össze kell fognia, a munkáinkat össze kell tudnunk hangolni, hogy az a közösségi infrastruktúra, legyen szó közlekedésről, vagy éppen a közmű kapacitásról, az tényleg összehangolt módon aként kerüljön fejlesztésre, hogy a Budapest továbbra is ne csak élhető város legyen, hanem még előre is tudjon lépni a világ legélhetőbb városainak a rangsorában.